Köszöntöm a kedves nézőket, mindig nagy öröm, amikor Vírt Balást láthatjuk itt a stúdióban, így van ez a mai napon is. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm a kívást. Jó veled beszélgetni, mert nagyon sok pozitív dolgot tudsz mondani a tanítványaiddal kapcsolatban, mindig, amikor beszélgetünk. Remélem, hogy most is így lesz. Visszatekintünk egy kicsit az országos bajnokságra, és előre tekintünk egy kicsit a világbajnokságra. Jó, ez nagyon könnyű kérdés lesz, mert az OB jól sikerült, de mennyire? Tavalyival tudom összehasonlítani, ugye vannak olyan tanítványaim, a Milák Kristóf Mártoricsi, aki, akivel ez, ez, volt a második magyar bajnokság, Úgyhogy hogy a tavalyihoz hasonlóan két edzőtáról vettünk részt, ezúttal mind a kettő jól sikerült, tehát betegség, betegséget elkerülve egészségesen tudtuk le a két edzőtáborot. Ez a külföldi edzőtábor, a külföldi... mert hogy itthon is voltatok azóta már. Öö, ugye? majd most leszünk. Uh -huh. Egyelőre két külföldi vagyunk túl, és a tavalyival ellentétben most egészségesek voltunk, úgyhogy jól, jól sikerült minden, minden szempontból. Mi a különbség akkor a teljesítményben, amikor beleesik mondjuk egy 4-5 nap betegség, vagy amikor nem? Hát tavaly a, a második edzőtábor utolsó előtti hetében történt a, az eset, úgyhogy ott e, igazából amikor már, már történt a formába hozzás, vagy egy picit mm -hmm. a könnyítés, és emiatt az zavarta meg a, a, az edzéseket, hogy egy picit utó alapozni kellett, úgyhogy az, az nem jött jól. Úgyhogy egy félkész állapotba érkezett a Kristóf tavaly az óbéra most viszont abszolút felkészültem. És az ob mennyire hegyezitek ki a formát, ahhoz képest, hogy mondjuk világbajnokság is van ebben az évben? Uh, mondjuk egy 50% ahhoz képest, tehát hogy egy picit lekönnyítünk. 50% de... ahhoz képest? Nagyjából, tehát azt mondom, az az, az időszak, ami a pihentetés és a konkrétan formához te az körülbelül annak uh -huh. a fele. Uh, igen, tehát uh, körülbelül a, a, azt gondolom, hogy egy ilyen 5-6 nap volt. Amíg, Fú, mire számíthatunk amíg akkor még ebben az évben, mert hogy Márton Ricsi és meg Kristóf is megúszta uh, az A -szintet. Igen, uh, voltak olimpiai A szintek is, ennek nagyon örültem, ez volt a cél, hogy minél előbb teljesítsek ezeket, nyilván ezekkel még van lehetőség javítani, de alapvetően ezekkel a célokkal érkeztünk és sikerült. Mi volt a célja Kapás Boglárkának az országos bajnokságon? Boginak elsősorban a VB szint, aztán az olimpiai szint. Az olimpiai szint nem sikerült, de neki 200 pillangos 400 gyors egy napra esett. És sajnos a 400 gyorson én úgy érzem, hogy nem jött ki az, ami kijöhetett volna. És 200 pillangos sem érezte igazán azt most, amit, amit kellett volna. Úgyhogy egy picit hiányérzet maradt bennünk, de, de úgymond az okait tudjuk. Tehát egy picit fáradtabb volt, nem tudta annyira kipihenni magát, de azt gondolom, hogy a három nemzetközi verseny előttünk, egy Barcelona, egy Monte Carlo, és a római közvetlenül a közvetlen a világban előtt, úgyhogy úgy gondolom, ott teljesíteni tudja ezeket. Hova lőttétek be, melyik versenyre azt, hogy jó lenne ezt megúszni? Vagy mindegy a három közül, bár melyik? Alapvetően a világbajnokságra nyilvánvaló, tehát ott, 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 leszünk teljesen felkészültek, de általában az elmúlt évekre visszatekintve a római versenyen, ami, ami a világbajnokságát megelőzően 4-5 héttel szokott megrendezésre kerülni, ott, ott már olyan időket szoktak úszni, amikor teljesítettek. Zombori Gáborról ritkában beszélünk, pedig ő is ott van a csoportban. Igen, Zombori Gáborról azért beszélünk ritkában, mert nagy kihívás, hiszen ő 400 gyorsan nagyon jó időeredményt ért el junior korába, és azóta ezt nem tudta megúszni. És, de ezek a feladatok neked ismerősek? Ezek ismerősek, és ezzel küzdöttünk, de a Gábor minden jó úszik kivéve az, abba a, a, távol és abba az úszás És azóta kettő és négy évesen húzott egy, egy, nagyot, tehát kettő versen olimpia illetve VB szintet teljesített. 400 évesen pedig olyan időt úszott, amivel egy picit azt mondom, hogy engem is meglepett. Egy jó szituáció volt, tehát abszolút elől úszva szinte a vizen, tehát nagyon úszott, viszont négy évesen még azért javítani kell ahhoz, hogy ez, 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 olyan szintű legyen, hogy, hogy ezzel kvalifikálni tudjon, úgyhogy négy évesen még vannak előtte jó pár. Balázs volt az első edzőtábor, a második az már itt Európában, ugye? Igen. Van ennek jelentősége, hogy két különböző helyszínen készültetek? Igen, az első, az volt a cél, hogy mindenképpen meleg helyszínen. Ugye februárban olyan helyszínt kerestünk, ami, ami egy bevált helyszín a Tájföld. Ö, a OB előtt pedig az a március vége, április elejé pedig azért volt, hogy a Tavirifa, mert egyrészt nincs átállás. Tehát hazajövünk a Magyar úgy, hogy gyakorlatilag nem kell oda átállni, visszaállni. És az időjárás akkor már ott teljesen elfogadható, hogy ezért, ezért volt így. Hogyha mind a négy tanítványodat nézzük, akkor mi az, amiben előreléptetek az elmúlt egy évben? A Kristóf mindenképp abba szerintem, hogy, hogy, sokkal határozottabban tudja megcsinálni rajtokat, fordulókat. Nekem tetszett a Magyar Bajnokságon, ahogy mind a, mind a négy úszás a táv második felére nagyon odafigyelt, tehát nem, 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 egy nagyon erős kezdésre jött egy, egy olyat, ami amit ki tudott bele hanem, hanem tényleg a, a, második felére helyezte a hangsúlyt. Úgy fogalmaztál, hogy okosan úszott, igaz? Igen, okosan úszott, és, és technikailag is tetszett. Tehát mind technikailag, taktikailag és edzettségben minden, minden szempontból megfelelő volt a, a Mártoricsivel az volt a cél, hogy, hogy azokat az időeredményeket, ami eddig bravúrnak számított, azokat szinte bár, bármikor tudja hozni, úgyhogy ez, ez, ez nála sikerült. Tehát sokkal maga biztosabban versenyzik, de vele hogy kezdtél el dolgozni? Milyen koncepcióval? Mert ugye róla azt kell tudni, hogy tulajdonképpen úgy rángattátok vissza az úszodába, hogy ne hagyja abba az úszást. El is mondtátok neki, hogy elsősorban azért, hogy Kristóffal tudjon edzeni, te pedig még hozzátetted, hogy és egyébként magadért sem ártana, mert sokkal jobb eredményeket tudsz kihozni magadból, majd aztán ez az Európa-bajnokságon bebizonyosodott, és azóta pedig folyamatosan fejlődik. Igen, fejlődik, és neki ez egy nagy motiváció volt, hogy, hogy egyrészt a, a, már a világbajnokságon ugye a, a váltóban egy olyan időt úszott, ami, ami, neki nagyon örült, és azt gondolta, hogy te elhitte, hogy egyénibe is el tud érni valamit, aztán az Európai Bajnokságon pedig egyénibe érmet szerzett. Ráadásul úgy, hogy a hajrába tud győzni, és, és, egy, egy olyan versenyzőt vert meg a hajrába, aki, aki azt gondolom, hogy már tehát jóval nagyobb eredményekkel rendelkezik, mind a Ricsi akkor, tehát ez egy önbizalmat adott neki. A másik pedig, hogy hogy most, most, ő is megérezte ennek az ízét, hogy, hogy, hogy van benne igenis potenciál, tehát tud még fejlődni, és, és uh, vannak céljai. Azt gondolom, hogy azt is érzi emellett, hogy egy európai noki érem az nem ugyanaz, mint egy VB döntő, tehát azért nagyon meg kell dolgozni, és... Uh, Lépésről lépésre. Lépés lépésre. Tehát uh -huh. oda bekerülni ez nem olyan egyszerű, de, de dolgozik ezért. Bogi és Gábor? Bogival az volt a cél, hogy a tavai tavalyi nehézséget átlépjük, és újra olyan állapotba sikerüljön hozni, hogy, hogy maga biztosan tudjon versenyezni. Hogy tud ő ilyen türelmes lenni saját magával, az elvárásaival, az eredményeivel veled? Ő, ő tavaly olyan nehézségeken ment át, hogy, hogy tavaly annak ellenére, hogy hogy sérülés, betegség is minden közbe jött, annak ellenére egy VB döntőt tudott úszni egy, egy csúcspusz egy másodperces idővel és ezek után ugye Covidos volt, ezért nem tudta elindulni az OB-n, illetve az európai de akkor szerintem akkor megfogalmaztam magából, hogy ilyen körülmények között mm. ezt ki tudta magából hozni, akkor egészségesen képes a legjobbjára, és gyakorlatilag én azt látom rajta, hogy most a, a, az edzettsége, az állóképessége, az ereje, a gyorssága, a motivációja, a mindennapos munkával részvétel, az, az olyan, mint, 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 mint amikor a élete élet túszta, úgyhogy ilyen annak ellenére, hogy mindig kihangsúlyozza, hogy ő már 30 éves, és milyen nehéz neki az élete. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy a legjobbet meg fogja tudni úszni. Hiszen ő még csak 30 éves. Igen. És Gábor, akiről azt mondod, hogy már mindent jól úszik, csak azt a számot nem, amit szeretnétek, ővel ezt számot váltatok, vagy pedig abban a számban lesz majd csúcson, amiben szeretnétek? Hát most viccesen erre azt mondta, hogy na most nem szabad vegyesre készülni, akkor az nem fog menni. <laughs> De hát ez nem ilyen egyszerű, szóval nyilván, ha valaki VB csapata, akkor erre kell készülni, úgyhogy emellett a 4,200 gyorsfátra mindenki hajt. Tehát nyilván ő még ettől távol van, de, de ez is ott szerepel ez a tervei között, de én, én elsősorban nyilván a vegyesre helyezném a most. Neked mennyire okoz nehézséget az, hogy ennyi felé figyelsz, ennyi számra, ennyi versenyzőre ezen a szinten? Hát ez okoz nehézséget, ezért az, hogy a Kovács Hegyi Ferenc kollégám segít a medenceparton, parton, ugye Zala György az erőléti ő is több felé koncentrál, tehát ő is attól függően, hogy milyen típusú versenyzőkkel dolgozik a úgy úgyis külön választja az edzés adagot. Nálam ugyanez a helyzet, mi megosztjuk a munkát a parton a felével, úgyhogy nagyon nagy segítség ez nekem. VB júliusban, ugye? Így van. Jó addig? Júliusban. Addig két hódmezővásári edzőtáborra veszünk részt, kétszer, két hét, és három nemzetközi versenyen, Barcelona, Monte Carlo és egy római verseny. Neked Kaposváron, a szülővárosodban az országos bajnokság, az milyen érzés volt így ezekkel az eredményekkel, sikerekkel? Hát ez egy jó, jó érzés, ez mindig elmondom a versenyzőknek, hogy a szülővárosomban próbálnak meg jóluszni, de nyilván ez nem, nem, ez befolyásolt őket, de alapvetően mindig jó érzés oda visszatérni, úgyhogy edzőtáború is voltunk, már remélem még leszünk is. Te a VB-re hogy határozod meg a, a akár csak magadban az elvárásokat, időeredményre, helyezésre, vagy, vagy mondjuk a, a körülményekhez képest? Hát tavaly a körülményekhez képest helyeztem be, de főleg a buginál, de idén én azt mondom, hogy kicsit más mindenkinek a szituáció. A Kristófnál nem nagyon lehet kertelni, tehát ott egyértelműen mindenki Igen. tudja, hogy mindenki győzömet fel, főleg a főszámába. A Mártoricsin egyértelműen abban gondolkozom, hogy dönt, tehát mindenképpen, azt várom, hogy egyéni csúcsot ússzon, és döntőbe mm. tudjon kerülni egyéni számba. Tehát a 200 góra gondolok. Most ez nyilván, hogy döntőbe kerül, ez egy bravúr. Ha egyéni csúcsot úszik, az szerintem elvárás. Tehát mindenképpen, hogy úgy fordulunk rá az olimpiai évére, hogy a egyéni legjobb a fejezi az évet, az, az kötelező. A Boginár pedig mindenképpen időbe gondolkozom, hiszen őt képesnek tartom arra, hogy az ennyire legjobbját úszza, viszont az, hogy mire lesz elég, az nagyban függ a mezőnytől is. Tehát ott a helyezést megjósolni nagyon-nagyon nehéz azt tudjuk, hogy láttuk az olimpián, hogy, hogy milyen úszok vannak, nagyon sűrű a mezőny, és vannak egészen kiemelkedők, úgyhogy nála én idén az időeredményt várom tőle a legjobban. Gábor? Gábor, Gábor, Gábor a legnehezebb. Gábortól egyértelműen egy egyéni csúcsot várok. Tehát azon még gondolkozunk amúgy, hogy a, hogy a világbajnokságon, ha csak 200 vegyesen tud elindulni, ott érdemese, vagy az U23-as ebén, hiszen neki van egy ilyen lehetősége. De mindenképpen azt szeretném ezt az évet bármilyen körülmények között egyéni csúcsa fejezze. Legyenek optimálisak a felkészülési körülmények, akkor úgyis minden rendben lesz. Köszönöm, Köszönöm. szépen! Köszönöm! Búcsúzunk most a kedves nézőktől, viszontlátásra!